Úgy tűnik megvalósulhat a KDNP elképzelése a vasárnapi zárvatartásról, sőt, a Fidesz tulajdonképpen a vasárnapi munkavégzés ellen venné fel a harcot. Dávid Ferenc a vendégünk, jó reggelt kívánok! Csokkolom, jó reggelt kívánok! Mit szól ehhez a gondolathoz, hogy a boltok bezárása, a nagy boltok bezárása csak az első lépés lenne a vasárnapi munkavégzés megszüntetése felszámolására? Nagyon szabad magánemberként válaszolni. Én úgy tudom, hogy a Fidesz frakcióvezetője is a közgazdasági egyetemet végezte, én is. Ez a mondat ez valami olyan mérhetetlen ostobaság, hogy vasárnap senki ne dolgozzon. Ugye, ha csak a közszolgáltatások szintjét nézzük, akár a rendvédelem, akár az egészségügy, akár az áramgáz visszolgáltatás, ugye értelmezhetetlen, de miután a versenyszférát képviselem, a versenyszférában is értelmezhetetlen. Gondoljon a szállodákra, a vendéglátókra, a múzeumokra, a sportpályákra, ezer olyan szakmát tudnék önnek mondani, amiben természetesen nem lehet megvalósítani, hogy vasárnap senki ne dolgozzon. Ahhoz, hogy valaki kikapcsolódhasson, gyakran szintén kell valaki más, aki dolgozik, hát, mondjuk itt milliós nagyságrendű munkavállalókra gondolunk. Nem is gondolom azt, hogy ezt tovább vinnék. Itt a kereskedelemnek elsősorban a multinacionális ágának a sárbatiprásáról van szó, nem fogják ezt továbbvinni nyilvánvalóan, minden megbeszéltük, és én úgy gondolom, hogy értelmezhetetlen a frakcióvezető úrnak a mondata. Itt arról van szó, hogy 7-8-9 multinacionális céget ki kell véreztetni, ebbe egy elem a vasárnapi zárvatartás, gondoljon a láncfelügyeleti díjra, gondoljon a Tesco buszok betiltására, gondoljon a belvárosból való üzletkitiltásra, gondoljon a 2 éves veszteség után működési engedély felfüggesztésére. Ilyenkor szoktam mondani, hogy te jó Isten, ha Magyarországon minden céget a veszteség miatt felfüggesztenének, akkor az összes állami vállalat bezárna, mert ugye tudjuk, hogy frankon veszteségesek. Tehát ez egy jól kigondolt, és azt gondolom, hogy üzletileg megfontolt. Itt a KDNP egy pici mellék szereplő, ezt a butaságot a szájukba adták, ők meg... Csak azért, mert jól áll a KDNP-nek, hát, mert nincsen gazdasági, család, hát nincsen gazdasági programjuk, ha visszagondol az elmúlt 4 évben, 2 ötletre emlékszem, amit a KDNP-hez kötődök, amikor azt mondták, hogy járulék előfizetőket kell gyártani, rendkívül ostoba módon mondták ezt is, gyorsan le is vették napirendről, és egy ilyen népszerű dolgot bedobunk, látszólag népszerű dolgot, hogy ne dolgozz vasárnap. És mindig hozzák az osztrák, meg a német példákat, amit én úgy szoktam baráti körbe elrendezni, hogy ahogy a német futballt a magyar futballal nem érdemes összehasonlítani, mert nem ugyanaz a játék, ugyanígy a zárvatartás Németországban és Ausztriában, a Európai Unió legfejlettebb országaiban 50 éve társadalmi konszenzus alapján zárták be az üzleteket, és most lazítják, ez nagyon fontos, mind a két országban próbálják lazítani, Németországban tartományi szintre akarják levenni ezt a döntést, Magyarország pont az ellenkező irányba megy. Tehát én úgy gondolom, hogy ez szakmailag irracionális a munkavállalók számára. Nézze meg a szakszervezetek mozgását, állati érdekes, hogy már a kereskedő alkalmazottak szakszervezete is azt mondta, hogy inkább bért. A liga szakszervezetek az első perctől azt mondták, hogy bért. Melyik szakszervezet támogatja ezt? Hát ha a munkavállalók érdekképviselet tiltakoznak, a vállalkozói érdekképviseletek többsége, 90%-a tiltakozik. Csak az a vállalkozói érdekképviselet nem tiltakozik, amely a kormány által, azt kell mondanom, majdnem alapították a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, a Magyar Bevásárló Szövetség, a VOSZ, az OKISZ, a Magyar Iparszövetség, a beszállítókat képviselik, nem csak kereskedőkről beszélünk, mind-mind azt mondják, hogy lehetetlen ilyen ostoba lépést bevezetnék. Mit szól ahhoz az érvhez, hogy azért nem okozna ez a munkavállalóknak akkora érdeksérelmet, például elbocsátásokat, mert hogy ugyanúgy vásárolnának az emberek, legfeljebb áttevődne más napokra a forgalom, mondjuk azoknak az esetében, akik csak a hétvégén tehetik meg, lehet, hogy a szombatra, tehát akkor szombaton kellene például több embert bevetnie az áruházláncoknak. És így aztán a kereskedelmem volumene, meg a munkaerő igénye megmaradna. Hát az egyik, a válaszom első fele arra vonatkozna, hogy ugye, hogyha el is bocsátják őket az áruházi láncoktól, ezek a kisvállalkozások, most már úgy tudjuk, hogy 200 négyzetméter alattiak, és csak családtagokkal és tulajdonosokkal működtethető, ugye nem tudja fölvenni, mert munkavállalót nem lehet. Éppen ezért nem is ezt kérdeztem, hanem hogy elképzelhető-e. Tehát oda nem tudnak menni. De miért maradna? Hát ha a munkaidő alapot
bárhol csökkentenek egy hetedével, ugye 7 napból egyet bezárunk, azt értelemszerűen hozza, hogy kevesebb emberrel oldom meg. Ha én jól értem az érvelést, akkor azért, mert a többi napra viszont több vevő jut, tehát több embert kell majd munkába állítani azokon a napokon. De miért kellene? Hát azokkal az emberekkel, akár túlórával, akár munkaidőszerzéssel meg fogom oldani. Ráadásul, miután megbeszéltük, hogy a nyitvatartás, illetve a zárvatartás kérdése csak és kizárólag egy eleme a kereskedelmi láncok megbüntetésének, hol tud ő költséget takarítani? Az élő munkán. Nem fog tudni a járulékain, nem fog tudni a láncdíjat fizetésében. Tehát teljesen normális módon, miután sárba tiporták őket és kivéreztetik őket, innentől kezdve az élő munkán fog sporolni, nem fog bért emelni, nem fog beruházni, és nem fogja a létszámát stabilizálni, hanem elbocsájtani fog. Teljesen értelemszerűen fogja tenni ezt. Nem is lehet rájuk haragudni. Önök már bejelentették, hogy amennyiben ez így átmegy, akkor népszavazást kezdeményeznének a témában. Mekkora esélyet adja annak, hogy ez sikerülhet is? Válaszok ketté a dolgot. Az egyik dolog, ami a könnyebb része, idézőjelben, hogy az aláírások megszerzése. A népszavazáshoz 200 000 aláírás kell. Úgy tűnik, hogy alkotmányos akadálya nincsen a népszavazás kiírásának. Amit viszont nagyon-nagyon örömmel fogadok elmúlt napokban, ez talán még nem köztudott, hogy több szakszervezet, több civil szervezet a VOSZ mellé fog állni. Látszólag az ellenoldal, ugye a szakszervezeteknek azért mással az érdekeink nyilvánvalóan, több szakszervezet jelezte, hogy ebbe az aláírásgyűjtésbe szívesen részt vesz. A multinacionális láncoknak a képviselőinek is nagyon jelentős része azt mondta, hogy odaadja az infrastruktúráját, ugye ezt nyilvánvalóan áruházakban kell csinálni, plázákban, hipermarketekben. Az, hogy megvesz a 200 000 aláírás, az nem kérdés. Abban nyilvánvalóan bizonytalan vagyok, hogy 4 millió embert oda lehet vinni, de ez egy nagyon hosszú folyamat, ennek van kommunikációs, most önnek mondjam, hogy ennek van kommunikációs vonulata, hogy ezt az ostoba törvényjavaslatot, amit most még rontottak hétfő óta, miután frakcióvezető úr megszólalt, még rosszabb változat lép életbe, még inkább szűkíti a nyitvatartás lehetőségét. Én azt gondolom, hogy van ennek esélye. Nyilvánvalóan most megkérdezi, hogy hány százaléka, én mondom, az 50%-a több esélye van, hogy ez a bőrükre megy az embereknek, ugye, és még a vásárlókról nem beszéltünk. A munkaadókról, szakszervezetekről beszéltünk, de hát a legnagyobb vesztese az a 2 millió vásárló, aki vasárnap bemegy ezekbe az áruházakba. Köszönöm szépen, hogy elmondta az álláspontjukat. Köszönöm, hogy meghívott.